sivatagi kísérleti marskutató állomáshoz hozzátartozik egy csillagvizsgáló. Látogassuk meg most ezt. Mászunk fel a dombra. A terepen éppen űrhajósok mászkálnak. Mi pedig megkíséreljük nyitni a csillagdát így egy kézzel. Valahogy. Jó karakat van rajta. Egy 40 centis tárcső van benne. Méghozzá megnézzük közelebbről, hogy mi is. Várom, mennyire könnyű ezt egy kézzel feszegetni. Igen, egy kicsit sivatagi poros a dolog. Tükasz szegrén. Sajnos, eddig olyan volt az időjárás, hogy igazából nem nagyon tudtuk kipróbálni. Az első két napban majd meghaltunk a fáradtságtól, még az utazás izgalmaitól, meg hát ugye át kellett venni, meg kellett ismerni a rendszereket. Utána pedig, hát nem volt annyira jó idő. Elsősorban szél volt az igazán probléma, mert hogy annan erős szélből belekap a kupolába, úgyhogy nagy szélben nem szabad használni. No, viszont legalább feljöttünk ide, és mert rendbe teszem az itteni webkamerát, úgyhogy innentől kezdve a kedves nézők ennek a kamerának is láthatják a képeit. De mondjuk a valóság is nagyon szép. Hatfős hazai expedíciónk, tiszta vagyunkból expedíciónk, néhány kutatási hatfős tiszta magyar expedíciónk hozott magával a földről néhány műszert is. Ezeket szeretnénk bemutatni. Ezek közül az egyik egy komplet meteorológiai állomás az ELTE meteorológiai tanszéke jóvoltából, amelyhez jelentősen hozzájárult a ELTE planetológiai tanszéke is, azáltal, hogy készített egy ügyes kis számítógépes rendszert az adatok gyűjtésére, pontosabban továbbítására. Hát nézzük végig a meteorológiai állomást. Ugye hát meteorológiai mérőknek a lelke a hőmérséklet mérés. Van egy szabványos hőmérő nagyjából 2 méter magasan, egy másik fél méter magasan. Hasonlóképp szél, irány és erőségmérés történik 2 méteren, illetve fél méteren. 4 fajta sugárzás mérést végzünk különböző hullámtartományokban. Ezek mind sugárzásmérők. Ez a húszoró végén is az. Ez egyben a fentről és lentről visszaverődőt is méri. Illetve van egy nedvességdetek. Mélységekbe, a másik oldalon jobb lesz.
azt mondja, 2 centi, 5 centi, 10 centi és 20 centi mélységben. Az adatok egy számítógépes gyűjtőbe kerülnek. Ja, fordítva van egy, bocsánat. Az alsó rész végzi a mérésére a gyűjtést, és időnként a fölötte lecseg egy számítógép, ami időnként bekapcsol. Például most éppen működés közben látható, ezt jól kifogtuk, és az adatokat antennás wifi-s rendszeren keresztül továbbítja a hubba. Illetve közvetlen az internetre is, hiszen kiváló internet kapcsolatunk van a műholdas rendszeren keresztül. Tartozik még a rendszerhez egy webkamera. Majd kicsit lecseréljük egy jobbra. Ez csak egy játékból lett felrakva, majd van egy másikunk az, amíg szebb képeket lehet készíteni. Rövid videókat csinál pontosabban. A tápellátást egy 12 voltos rendszer biztosítja. Ez egy autóakkumulátor. De a lényeg, hogy a rendszer önfenntartó, vagy legalábbis majdnem önfenntartó, mert hogy napellemes táplálással van ellátva. Na hát, ezt cipeltük magunkkal, és sikerült némi küzdelem után beüzemelni. Természetesen a szerelés űrruhában történt, hiszen a szimuláció része az, hogy minden terepi munkát így végzünk.